Szerdán megmutatta a nagy közönségnek 2024-es Forma 1-es versenyautóját a Mercedes. A W15-ös kódjelet viselő betontorpedót a német csapat azon nyomban be is járatt a Silverstone-ban. Azt már sok-sok hónappal ezelőtt is tudni lehetett, hogy a kiábrándító évek után a Mercedes teljesen új alapokra helyezte a 2024-es versenyautó fejlesztését, a szerdán bemutatott modell pedig nem is okozott csalódást. A W15-ös szinte minden elemében megújult elődjéhez képest, James Ellison technikai igazgató pedig a prezentáció alkalmával elárulta, nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy idei versenygépük a hátsó tengelyen jóval kiszámíthatóbb legyen, mint a tavalyi autó. Ezzel ugyanis rengeteget küszködtek az elmúlt évben a versenyzők Lewis Hamilton és George Russell. Emellett pedig igyekeztek lecsökkenteni az autó légellenállását és növelni a kanyar teljesítményt, egyúttal persze a leszorító erőt. A Mercedes új autóját Silverstone-ban rögtön be is járatta. A csapatnak 200 km megtételére volt lehetősége. A 2025-ben már a Ferrarinál versenyző, így utolsó Mercedeses évére készülő Hamilton bizakodva beszélt új munkaeszközéről, akár csak a csapattárs Russell. I feel the most motivated and focused I've ever been. I really, really feel. I mean, every year you come back, you're like, I'm fitter than ever, and all these different things. I generally feel I put more work and more time and more focus into preparation this year. I never thought that at this point in my life that I would have hunger like I do right now. And to finish on a high with the team, it would be a dream. You know, we've gone through a whole heap together. So to finish on a high, it would be the greatest honor to be able to help them get back to the top. It's been months and months of hard work, seeing the car in the wind tunnel, driving the car on a simulator, seeing the livery on a computer screen, and sort of seeing it all come to life as one. You know, it feels like a true honor to get the chance to drive the car for the first time, but then also that anticipation of how's it going to perform, because it doesn't matter how good it looks, we've all put so much hard work into it, but there's only one thing we all care about, and that's the lap times. A Mercedes jövő héten a február 21-e és 23-a között esedékes kollektív teszten folytatja majd a felkészülést az új Forma 1-es idényre, mely Bahreinben rajtol majd március első hétvégéjén.